azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy országos premier lesz a Lekvároskertnek, hiszen ilyen kezdeményezés még nem volt se a fővárosban, de úgy gondolom, hogy Magyarországon sem. Ezt amikor a tavaly évben találtuk ki a Városházán, és pontosan arról szól, hogy egy lakótelepi környezetben, egy lakótelepi iskolában valósítsunk meg egy olyan kertet, amit mi ugye Lekvároskertnek fogunk hívni, ahol a gyerekek önmaguk termelhetnek különböző zöldségeket, gyümölcsöket, és a maguk által megtermelt terményeket fogyaszthatják majd el. Ezen túl pedig itt szabadtéren is tanulhatnak környezetórán, személyes kontaktusba, kapcsolatba kerülhetnek azokkal a zöldségekkel, gyümölcsökkel, bogyós növényekkel, amelyeket ők maguk termelnek itt meg. Úgyhogy bízom benne, hogy ez egy népszerű dolog lesz, minden osztálynak lesz saját veteményese, és persze lesznek olyan területek, amelyeket közösen ápolhatnak. Hát abban bízom, amikor majd termőre fordulnak akár a gyümölcsfák is, akkor majd valóban azt érzik a gyerekek, hogy ezeknek a gyümölcsöknek édesebb lesz az íze, hát annál fogva, hogy ők maguk tettek erőfeszítést azért, hogy ezek a fák, gyümölcsök, ezek a bogyós növények szépen növekedjenek. És nem mellesleg azért itt az Eötvösben az udvart is rendbe tesszük. A gyerekekkel nagyon sok időt szántunk erre, hogy megtervezzük egyáltalán, elmondtuk nekik, hogy mi lesz ez, akkor ők készítettek mindenféle terveket rajzban, aztán maketteztek, akkor kijöttünk, eljátszották, hogy melyik fa hol lesz, és mindenféle, tehát nagyon, és nagyon aktívan vettek részt, még a tervező is meg volt lepődve, hogy ilyen aktívan részt vesznek, és akik ebben részt vettek, azok nagyon várják is már, hogy megvalósuljon ez a dolog, főleg most már, hogy látják, hogy elindultak a műveletek, és nagyon sokat fog szerintem jelenteni nekik, mert például az alsós tanítónénék mondták, hogy nekik nagyon nagy segítség lesz, ha ezek a veteményes ágyások kialakulnak, és kijöhetnek, és nem csak beszélnek róla, hogy mi történik, hanem meg is csinálják, meg is tudják mutatni.